Köszöntöm a Faller Híradó nézőit! A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentését célozza az a GINOP pályázat, mely idén márciusban zárul a pápai SC Faller Jenő Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. A beruházásnak köszönhetően jelentős fejlesztések valósultak meg, mind infrastruktúrális, mind eszköz, mind pedig pedagógiai módszertani területeken. A pályázat részeként egy digitális közösségi alkotóteret is kialakítottak az intézményben, amely nem csak a modern technikák gyűjtőhelye, hanem egyfajta közösségi térként is funkcionál. A tanulói létszám csökkenésben jellemzően a lemorzsolódás az egyik legnagyobb és legbefolyásolóbb tényező a szakképző intézményekben. Ennek ellensúlyozására indult el még 2018-ban a szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése elnevezésű GINOP pályázat a Pápai SC Faller Jenő Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. A projektnek köszönhetően mára jelentősen csökkent a lemorzsolódás. A kiinduló 2016-17-es adatokhoz képest, ugye a legutolsó befejezett tanévünk a 2019-20-as, ez alatt a 3 év alatt jelentős mértékben tudtuk csökkenteni a lemorzsolódást. Hogy számokat is mondjak, ugye a 16-17-es tanévben a lemorzsolódásunk az 15,4% volt, pontosan 75 fővel csökkent abban az évben a tanuló létszám az év elejéhez képest. Tehát ennyien voltak azok, akik elhagyták az iskolát anélkül, hogy szakmát vagy érettségit szereztek volna. Addig a 2019-20-as tanévben ez a szám az 5,6% lett, tehát gyakorlatilag közel 10%-kal csökkent a lemorzsolódás. Tavaly 572 fővel kezdtük a tanévet nappali tagozaton, ebből 32 tanuló hagyta ott az iskolát az évvégi bizonyítványa, vagy az évvégi záró esemény előtt. A pályázat széleskörű fejlesztéseket tartalmaz, mind infrastruktúrális, mind eszköz, mind pedig pedagógiai módszertani területeken. A különböző korszerűsítések mellett tanulókat segítő szakemberek is dolgoztak a projektben. Az iskolában ez alatt az idő alatt iskolapszichológust, szociálpedagógust és roma mentort tudtunk alkalmazni, akik a tanulókat beszélgetések, előadások, kiscsoportos munkák során segítették. Sok esetben ugye az kell ezeknek az elbizonytalanodó diákoknak, akik úgy érzik, hogy nem a megfelelő helyen vannak, nincs kellő inspirációjuk, nincs megfelelő belső akaratuk, hogy esetleg a képzést végigvigyék, holott a képességeik vagy a lehetőségeik ehhez adottak, hogy néhány jó szóval, néhány segítő kérdéssel, segítő beszélgetéssel túllendítsük őket ezeken a problémákon. Azt hiszem, hogy az előbb említett 3 szakember segítsége ebben nagyon nagy mértékű volt, és sok olyan tanulót tudnánk itt felsorolni, akik elsősorban nekik köszönhetik azt, hogy az iskolában maradtak, és a végén szakmai bizonyítványhoz vagy érettségéhez jutottak. A program másik fontos eleme a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók azonosítása. A Faller középiskola igazgatója szerint a szociális hátrányok mellett sok esetben olyan tanulási nehézségek állhatnak a háttérben, amelyeket a szakembereknek ki kell szűrni és megoldást keresni a problémákra. Minden évben, minden tanévben egy bemeneti és egy kimeneti mérés történt, ez online keretek között, matematikából, illetve szövegértésből, és ezeknek a segítségével sokkal mérehatóbban tudtuk megállapítani, kik azok a tanulók, akik segítségre szorulnak, illetve pontosan milyen területen szorulnak segítségre. Tehát a matematikán belül mik azok a művelettípusok, mik azok a problémás területek, amikben nekik segítséget kell adjunk. A 3 év alatt közel 300 tanuló vett részt felzárkóztató foglalkozásokon, illetve nem csak a gyengébb, valamiben lemaradó tanulókat tudtuk azonosítani, hanem azokat a tanulókat is, akik tehetséggondozásban lehetnek érintettek. Így számukra is tartottunk foglalkozásokat. Ennek köszönhetően azt gondolom, hogy sokkal eredményesebben tudtunk szerepelni például szakmai tanulmányi versenyeken vagy közismereti tanulmányi versenyeken.
A pályázat részeként egy digitális közösségi alkotóteret is kialakítottak a szakképzőiskolában, amely nem csak a modern technikák gyűjtőhelye, hanem egyfajta közösségi térfunkciót is betölt. Amellett, hogy a szakmai tanórákat segíti, a tanulók szakkörökön fejlesztő foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a 21. századi technológiákkal. Mikroprocesszorok programozása, a lézervágó használata, a 3D nyomtatás, a LEGO robotok használata, tehát egyfajta robotikai programozási módszertant tudnak itt megtanulni. Emellett ugye a kivitelezés és a tervezés is megvalósul, hiszen a lézervágóval vagy a 3D nyomtatóval ezeket a produktumokat kézzelfoghatóvá is tudják tenni, ki tudják nyomtatni, és nem csak papíron, nem csak gépen tervezik meg, hanem gyönyörködhetnek is a megvalósult termékekbe. Ez az alapcsomag, amiből a tanulók tudnak dolgozni. Az egész folyamatot kezdődik, hogy a csomagot, hogyha megnézzük, akkor nagyon szépen összeállított rendszerben vannak a különböző alkatrészek. A tanulók ezekkel az alkatrészekkel kezdik meg az egész folyamatot. Számukra egy kihívást jelent úgymond a robotnak az összeszerelése. Speciális LEGO alkatrészekből szerelési útmutató alapján készülnek a digitális közösségi alkotótérben a különböző programozható eszközök, ilyen például a Rubik kockát kirakó LEGO robot. Érdekessége, hogy közel 8 órát vesz igénybe, mire a szerkezet működőképes lesz. Mind a szakképzés, mind pedig a közoktatás nagymértékben átalakult. Ennek az átalakulásnak része az informatika, és új tantárgyként került bevezetésre a régi helyett a digitális kultúra. A tanulók számára egyre inkább azt helyezik előtérbe, hogy a mindennapi életükben is előforduló mesterséges intelligenciákkal, programozással, informatikai eszközökkel könnyebben tudjanak dolgozni. A robotok ezeknek a megismerését, használatát, alkalmazását vezetik be, illetve gondolkodásban könnyítik meg a tanulók számára a munkát. Amit látunk rajta, hogy van kettő nagy motor, ugye ezt a LEGO nyelven így hívják, hogy két nagy motor, az hajtja a kerekeket külön-külön. Azon kívül ugye azért jó ez a felépítés, mert a szenzorokat el tudjuk rajta helyezni. A mozgásos feladatokat különböző szenzorokkal ellátott úgynevezett alaprobotok végzik. A foglalkozásokon ilyeneket használnak például a labirintusokból kimenekülő feladatokhoz. Az intézmény oktatója szerint ezek az eszközök a különböző természettudományos tantárgyak elsajátításához is sok segítséget nyújtanak. Az első robot az egy négyzetet rajzolt le, utána pedig egy háromszöget, majd amikor végzett a feladatával, akkor üzenetet küldött, bluetooth-os üzenetet küldött a második robotnak. A második robot vonalkövetést végzett, és utána, amikor ő is végzett a vonalkövetéssel, akkor ő küldött üzenetet szintén a harmadik robotnak, amikor ő befejezte a feladatát, ugye akkor indította a harmadik robotot, és elindult a harmadik robot, ami pedig a szín szenzorainak a segítségével minden színnél más-más feladatot hajtott végre. Volt, amikor megfordult, volt, amikor balra ment a robot, jobbra ment a robot, előtte az irányokat ugye azt mondta, illetve amikor végzett a feladataival, akkor a kijelzőjén ugye megjelentett egy mosolygó arcot, egy zenét játszott le, és a végén goodbye-jal elköszönt. Ennek van egy külön programozási felülete, grafikus felület, tehát ez a gyerekeknek ilyen szempontból könnyen használható, hogy nem egyből kódsorokat kell írniuk, hanem grafikus felület, és könnyen, modulosan tudják felépíteni a programokat benne, és amiért szeretik a LEGO robotokat, az pedig az, hogy nagyon gyors eredményt kapnak. Tehát, hogy akár egy-két modulnak a behelyezésével a programba, és utána azt a robotra letöltésével már tudnak ilyen egyszerűbb előre-hátra mozgásokat végezni. Tehát nagyon gyors a visszacsatolás, és az a tapasztalat, hogy azok a gyerekek, akik
lejönnek ide a műhelybe, a legelső pillanattól kezdve gyakorlatilag szenvedélyes rabjaival válnak ennek a LEGO robotnak, mert pont ezért, hogy nagyon gyors sikereket lehet vele elérni más programozási nyelvekhez képest, amikor azért több hónapos felkészülés kell ahhoz, hogy valami látható eredményt tudjon kapni. Forgástestről van szó, egy tengely körül megforgatva anyagot adok neki. Ugye kiválasztom, hogy milyen tengely, amit előre megrajzoltam, hogy elkörül fogom azt a profilt, ami ott látszik még most is, 360 fokban megforgatni, és tulajdonképpen a testnek a kezdeti része az megvan. Innentől ugye a további dolgokat, úgy mint a furatokat kell elhelyezni rajta, meg a négyszög keresztmetszeti áttörés. Itt pedig már a 3D nyomtatás előkészítő fázisa a tervezés zajlik egy speciális program segítségével. A 3D nyomtatás során a különböző összetevőkből álló anyagrétegek egymásra épülnek a végső háromdimenziós tárgy létrehozásához. A valós életben ezzel a technológiával a gyerekjátékoktól kezdve autóalkatrészeket, ruhákat, de akár ortopédiai segédeszközöket, vagy egyenesen implantátumokat is létre lehet hozni. Az első és a legfontosabb, hogy a többsége a diákoknak az valamilyen műszaki tantárgy kapcsán már találkozik a műszaki rajzzal, és észrevető volt az, hogy időközönként gondot okoz nekik 3D-ben gondolkodni, tehát a valóságban gondolkodni, és mindezt rajzlapra vetni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megszerezték nekünk ezeket a gépeket, akár a programokat, amelynek segítségével 3D-ben tervezhetünk, de ezek kimondottan műszaki tervező programok, amit éppen itt az elmúlt pillanatokban használtunk, ez az Inventor, az Autodesk cégtől, illetve a tervezés után ugye 3D nyomtatóval ezeket a tárgyakat elkészítjük. Elsősorban most olyan tárgyakat készítünk a diákokkal, amelyek a többieknek a műszaki rajz oktatáshoz nagyon fontos lehet. Pontosan az előbb említett nem igazán jól kialakult térlátás miatt. Tehát nem elegendő az, hogyha ránéznek egy axonometrikus rajzra, nem biztos, hogy ettől ők látni fogják, hogy melyik oldalát hogyan és miképpen kell lerajzolni, tehát kézbe kell nekik fogni ezeket a tárgyakat. És ezeknek a tárgyaknak a tervezésével foglalkozunk. Kicsit ügyesebbek azok elég hamar belejönnek ebbe a dologba, akik jobban látnak térben, és utána pedig átalakítjuk ezeket az elkészített rajzokat olyan formátumba, hogy a gépek segítségével nyomtathatóak legyenek. Tehát 3D nyomtatásnak tulajdonképpen nálunk ez a jelentősége, de ha valaki figyelte a híreket, akkor láthatta vagy hallhatta azt, hogy ez tulajdonképpen nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen már akár házakat is képesek voltak ilyen módon előállítani. Sokféle anyagból lehet készíteni, mi műanyaggal dolgozunk, de hát az iparban rengeteg más lehetőség van arra, hogy nem ilyen kis méretű gépek segítségével a tárgyaknak a valódi formáját elkészítsék. A 3D nyomtatás egyik nagy előnye a hagyományos gyártás technológiai módszerekhez képest a takarékosság úgy idő, mint erőforrások és költségek tekintetében. Ez egy műanyagszál, amit a fej megolvaszt, amit 215 fokra melegít fel a gép, és egy ilyen nagyon vékony szállal dolgozik, és azt építi egymásra, és úgy alakul ki tulajdonképpen rétegről rétegre a nyomtatott tárgy. Amikor ilyen tárgyakat kell csinálni, mint amit a kezemben is van, ugye itt a levegőben nem tud nyomtatni, ezért kis tartószerkezetet alakít ki, ezt a programmal kell belerakni. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre több vidéki tanuló jelentkezik a Faller középiskolába. Így nem volt kérdés, hogy az infrastruktúrális fejlesztések másik fontos területe az intézmény kollégiuma legyen. Azt tudni kell a kollégiumunkról, hogy egy családias pici kollégium, hiszen eddig 64 fő volt az a létszám, amit tudtunk itt elhelyezni,
Ezt egy picit az utóbbi években sikerült bővítenünk, illetve a GINOP program segítségével sikerült olyan kényelmi fejlesztéseket végrehajtanunk, amik miatt a tanulók sokkal jobban érezhetik magukat, jobban feltalálhatják magukat itt a délután folyamán. A GINOP programból közösségi térfejlesztés valósult meg, most is ebben a teremben állunk, ami tulajdonképpen egy pihenőhelység, egy közösségi helység, mondhatnánk azt, hogy ez a kollégiumnak az az élettere, ahol a diákok egymással összetalálkozhatnak, leülhetnek egy jót beszélgetni, olvashatnak, játszhatnak, társasozhatnak. A pályázatnak köszönhetően a közösségi tér mellett egy új tanulószoba kialakítására is lehetőség nyílt. Egy sokkal kényelmesebb, tágasabb tanulószobát sikerült kialakítanunk, mint ami eddig itt rendelkezésre állt. A közösségi terület hátsó részében egy informatikai helység került kialakításra. Itt laptopok, tabletek várják a tanulókat, és tölthetik ezzel a szabadidejüket. Illetve a területnek az egyik sarkában egy konditerem is kialakításra került. A GINOP pályázat részeként számos továbbképzésre is lehetőség nyílt. Amint egy 12 kurzuson több mint 60 alkalommal vettek részt az intézmény pedagógusai. A személyiségfejlesztésen át a pedagógiai módszereken keresztül a digitális kompetenciákig számos módszertannal ismerkedhettek meg a tanárok, melyeket a program végén sikeresen alkalmazhattak a mindennapi munkájuk során. Folyamatosak a fejlesztések a Pápai SC Faller Jenő Technikum, szakképzőiskola és kollégium diákotthonában. Nemrégiben újabb szobákkal bővült a kollégium, mindemellett megújultak a zuhanyzók és egy energiahatékony napelemes rendszert is kiépítettek. A Faller középiskola kollégiuma, illetve villamosipari tanműhelyének szaktermei is az intézmény Bartók Béla úti épületében kaptak helyet. A létesítményben mintegy 80 diák fordul meg rendszeresen. Az iskola vezetése folyamatosan arra törekszik, hogy a lehetőségeihez mérten fejlessze az évek során leromlott állapotba került diákotthont. Így volt ez 2017-ben is, amikor megtörtént a nyílászárok cseréje, és egy külső hőszigetelést kapott az épület. Az elmúlt hónapokban pedig az új közösségi tér mellett két új szobával bővült a kollégium, illetve egy vizes blokk rekonstrukciót is végrehajtottak. A kollégium kinőtte magát, a kollégium férőhelyek már nem voltak elegendőek az új tanulók fogadásához, így az idei nyáron két tanterem került kialakításra, felújítottuk a zuhanyzókat, mosdókat, mind a fiú, mind a lány részlegen. Ezek egyébként az utóbbi kettő, ez a Pápai Szakképzési Centrum költségvetésének a terhére történt, tehát saját költségvetésben valósult meg. Ez közel 5 millió forint volt ez a két utóbbi felújítás. És hát örömmel látom, hogy a tanulók ezt nagyon pozitívan fogadták, hiszen jelentős fejlődés a kényelmi szempontunkban azért az utóbbi fél évben ez a két felújítás. Az elmúlt évben pályázati forrásból egy visszatápláló napelemes rendszert is kiépítettek az intézményben. Amint egy 15 millió forintból megvalósult beruházásnak köszönhetően az épület villamosenergia költségei körülbelül 70-80%-kal csökkentek. Ez egy 20 kilovattos teljesítményű rendszer, és itt a szép nyári napokon azért a maximális mennyiség, amit visszatudtunk táplálni, az ilyen 168 kWh volt, ami havi szinten, ha jól emlékszem, 4000 kWh fölé került már. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem csak az új technológiák szempontjából fontos, hanem tényleg kézzelfogható megtakarítást jelent a Pápai Szakképzési Centrumnak és így az iskola számára is. A Pápai SC Faller Jenő Technikum, szakképzőiskola és kollégium szakmai kínálatának a fiatalok körében való növekvő népszerűsége a kollégiumi férőhelyek további bővítését igényli. A tervek szerint az elkövetkezendő két évben további két szobát alakítanak ki, így 90 főben lehet majd maximalizálni a várpalotai diákotthon befogadó képességét.
Rangos címmel ismerték el az elmúlt év tavaszán a Pápai SC Faller Jenő Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium, valamint a Vásárhelyi András Tagiskola pedagógiai tevékenységét. A két várpalotai tanintézménye az elkövetkezendő néhány évben az Oktatási Hivatal bázis intézményeként folytathatja munkáját. Az elismerés azt is jelenti, hogy szélesebb kör is megismerheti és átveheti azokat a szakmai újításokat, vagyis jó gyakorlatokat, melyeket a két iskola megvalósított az elmúlt néhány esztendőben. Bázis intézmények azok a bölcsödék, óvodák, illetve iskolák, melyek a pedagógiai jó gyakorlataikat más intézményekkel is megosztják, és az oktatási hivatallal együttműködve további feladatokat is vállalnak. Ilyenek például a különböző szakmai műhelymunkák, bemutató órák, nyílt napok és egyéb ide kapcsolódó tevékenységek szervezése. A bázisintézményi címre pályázni lehet, és fő célja a pedagógiai szakmai fejlődés katalizálása egy adott térségben. A közelmúltban két várpalotai iskola is kiérdemelte az elismerést. A Faller középiskolát szakközépiskolai, illetve szakgimnáziumi minőségében is érdemesnek találta az oktatási hivatal a bázisintézményi címre. Egy-egy jó gyakorlatot kellett a pályázatban kiemelni, emellett természetesen rengeteg olyan tevékenység van, amit a pályázatban be kellett mutatni. Konkrétan a jó gyakorlatunk, amit mi a pályázatba elhelyeztünk, az a tanéveken átívelő idegennyelvi versenyek, idegennyelvi projekteknek a működtetése az iskolában, illetve a szakközépiskolai vonalon a tanulók széleskörű bevonása a pályaválasztási tevékenységekben, nyílt napokba, tehát a tanulói aktivitásnak a szerepe ezeken a területeken. Tehát ezt a két jó gyakorlatot helyeztük el a pályázatunkban. A bázisintézményi címet az iskolák 3 évre nyerik el. Veszprém megyében összesen 2 szakképző iskola, a Pápai Jókai Mór közgazdasági szakgimnázium és a várpalotai PSC Faller Jenő szakgimnázium a szakközépiskolája és kollégiuma érdemelték ki az oktatási hivatal elismerését a jó gyakorlataiknak köszönhetően. Minden ilyen elismerés az két oldalú szerintem. Egyrészt szól a múltnak és jelennek, tehát mit tettünk eddig, mik azok a tevékenységek, amikkel kiérdemeltünk. Másrészt pedig egy nagyon jó lehetőség a fejlődésre a jövőben, úgyhogy abszolút pozitívan állunk hozzá. Azt ugye tudjuk, hogy számos területen, speciális területen jelen vagyunk, elég szerteágazó a képzési tevékenységünk, ezáltal azért nagyon sok kapcsolódási területünk van, és nagyon sok esetben egyébként ilyen hálózati tagok vagyunk, most csak mondom az ökoiskolát, vagy mondom a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet, illetve hálózatot. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az iskola továbbfejlődjön szakmailag, pedagógiailag, továbbfejlessze a kapcsolatrendszerét. Hátrány kompenzáció a rajzoktatás lehetőségeivel tanórai és tanórán kívüli szabadidős tevékenységekben. Ezzel a pályázattal pedig legutóbb a Vásárhelyi András Tagiskola vált az Oktatási Hivatal bázis intézményévé. A projekt keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként a gyerekek a rajzórák és rajzszakkörök keretében ismerkedhetnek meg az alapfokú művészetoktatás módszertani fejlesztéseivel és a kidolgozott mintaprogramokkal. Ezen belül kipróbálhatják a képző és iparművészet, valamint a grafika és a festészet eszközeit, illetve azok technikáit is. Nagy büszkeségünkre és tényleg nagy örömünkre pályázatunk nyert, és az Oktatási Hivatal, valamint a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ úgy ítélte meg, hogy az iskolánkban folyó szakmai munka érdemes arra, hogy bázisintézményként jelöljenek meg minket. Az iskolánkban folyó képzőművészeti oktatás, rajzoktatás olyan magas színvonalú, vagyis hát így ítélte meg az Oktatási Hivatal, hogy mindenképpen szerette volna, hogyha egy szakmai központként alakulunk, és az elkövetkezendő 2 évben kvázi egy szakmai bázisként a képzőművészet és rajzoktatásban támogatást adunk a pedagógusoknak, rendezvényeket szervezünk, kiállításokat szervezünk, valamint lehetőséget adunk arra, hogy gyakorlati oktató helyszínként megsegítsük a rajztanítást a környék iskoláiban is. A projekt keretében az iskolának több tanórán kívüli művészetpedagógiai munkát támogató rendezvény megvalósítására is lehetősége nyílik. Az első ilyen rendezvény volt korábban a Vásárhelyi András napok keretében megvalósult gyermekrajz kiállítás, amelyre a Túri György gimnázium rajzszakköre mellett számos érdeklődő is eljött.
2020 tavaszán arcvédőmaszkokat gyártott Várpalota város önkormányzata a Pápai SC Faller Jenő Technikum szakképzőiskola és kollégiummal karöltve. A karitatív együttműködésben a modern 3D nyomtatókat is használták. A Várpalotai Oktatási Intézményben digitális alkotóműhely is működik. A 3D nyomtatási technológiát kihasználva lehetőség nyílt arcvédő maszkok elkészítésére, mely a járvány idején rendkívül hasznos, főként az egészségügyben és a szociális területen dolgozók számára. Amikor hallottunk arról, hogy a koronavírus járvány kapcsán itt egy komoly kezdeményezés van a városban, a maszkok után arcvédő pajzsokat szeretnének az egyes intézményekbe eljuttatni, akkor összedugtuk a fejünket, és megpróbáltunk kitalálni, hogy hogyan lehetne ehhez csatlakozni, hiszen a 3D nyomtatás ennek egy abszolút megfelelő technológiája. Az NSFH és a szakképzési centrumok is egyébként szerveznek hasonló programot, és ennek kapcsán itt egy kisebb kutató munka után sikerült olyan prototípust előállítani, amit azt gondolom, hogy jó szívvel ajánlhatunk az egészségügyi vagy a szociális intézményekbe. Elsősorban a szépkorúak otthonába, valamint a szakellátásban dolgozók részére szeretnék eljuttatni a maszkokat. Csővári Zsófia Réka önkormányzati képviselő az önkéntesekkel együtt működve szerelik össze a védőeszközöket. Előbb elmondta igazgató úr, ők megcsinálják a vázát, mi pedig az ifjúsági házban hozzárakjuk ezt a szivacsot, illetve méretre szabott fóliát. Körülbelül heti szinten 40-50 darab fog tudni ebből elkészülni, de azon dolgozunk, hogy otthon is akár egyszerű módon elkészítsék akár a városlakók, úgyhogy most kísérletezünk azon, hogy ezen felül mi is az ifjúsági házban mennyi darabot tudunk előállítani. Most nagyon bízom benne, hogy ez nem párásodik, és hogy tökéletes lesz azoknak, akik tényleg egészségügyi ellátásban vagy szakellátásban dolgoznak. Az iskolán belüli projektet csapatmunkában végezték, melyről az intézmény vezetője elismerően nyilatkozott. Itt szeretném én is megköszönni, illetve főigazgató asszonynak a köszönetét is tolmácsolni a kollégáim irányába, akik ezen az ügyön sokat dolgoztak, és addig terveztek, addig szerveztek, amíg ebből tényleg használható prototípus állt elő. Arany Gabriellának, Tóth Krisztinának, Bódis Szilviának, Mester Ernő, Felegi Viktor és Szikszai Szabolcs kollégáim voltak azok, akik ezen dolgoztak és megalkották ezt a prototípust. Az összeszerelést követően fertőtleníteni kell a maszkokat. A műveletet természetesen bizonyos időközönként ismételten el kell végezni. Fertőtlenítés nélkül kapják most meg a szakellátásban dolgozók, és utána nyilván fertőtleníteni kell, de ők tudják ennek a módját. Aztán meglátjuk, hogy használat során a fólia mennyire fog elhasználódni, illetve a benne lévő szivacs. Soha nem csináltunk még ilyet, úgyhogy ez nekünk is új, de azon dolgozunk, hogy minél jobban állásuk az ellátásban dolgozókat a szakképzőiskolával együtt. A Faller iskola a 3D nyomtatási technológiát fejleszteni fogja a jövőben, ugyanis egy újabb járvány esetén hatékony segítség lehet. Folyamatosan szeretnénk fejleszteni, ugye jelenleg is zajlik, bár nagyon alapjáraton az új digitális alkotóműhely, tehát az igazi helynek a kialakítása, hiszen jelenleg egy ideiglenes teremben van ez elhelyezve, és ott szeretnénk ezt a technológiát folyamatosan fejleszteni, hiszen a 3D nyomtatás mellett mondjuk egy 3D nyomtatáshoz kapcsolódó lézer technológiának az alkalmazása biztosan sokat dobna ezeken a lehetőségeken. A hamarosan elkészülő maszkokat az önkéntesek juttatják el a célterületekre. Az Erasmus Plus projekt keretén belül évek óta vendégül látja a franciaországi Crown városából érkező szociális gondozó és ápoló tanulókat a Faller középiskola. Az elmúlt év elején 17 diák érkezett kísérő tanáraik társaságában 2 hétre városunkba. Szakmai gyakorlatukat Várpalota nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális intézményeiben töltötték, ahol alkalmuk nyílt megfigyelni a segítő szakma hazai metódusát. A diákokat és tanáraikat Campanári Talabér Márta polgármester is fogadta a városházán.
A szakképzésben tanulóknak nyújt lehetőséget többek között a külföldi kapcsolatteremtéshez és a nyelvtanuláshoz az Európai Unió tagállamaiban működő Erasmus Plus program. Ennek jegyében nem csak várpalotai diákok látogatnak más országokba, hanem külföldi tanulók is érkeznek hozzánk. A francia kapcsolat sok évre nyúlik vissza, melynek újabb állomásaként az elmúlt hétvégén 17 francia diák érkezett kísérő tanáraik társaságában két hétre városunk. Egy francia országban élő magyar kolléganő keresett meg minket ezzel a kéréssel, illetve még annak idején a Várkert általános iskolai szakiskolát, hogy esetleg lehetnénk partnerintézménye az ő projektüknek, és akkor innentől kezdve felváltva látogattuk egymást, hol jöttek ők, hol pedig érkeztünk mi, és ez most már tényleg egy nagyon gazdag kapcsolat. A mostani látogatásnak az az érdekessége, hogy most már kibővült a partnerintézmények száma, hiszen Crownban két MFR intézmény van, és ez az első év, amikor mind a két intézményből látogattak hozzánk diákok, aminek nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy a gyakorlati helyeink munkája annyira nagyon szimpatikus volt az intézmény számára, hogy szociális gondozó és kisgyermek gondozó tanulóikat két iskolából is hozták hozzánk gyakorlatra. A francia diákok szakmai gyakorlatának helyszíneiről minden alkalommal a PSC Faller Jenő szakgimnázium szakközépiskola és kollégium gondoskodik. Ez alkalommal 9 gyakorlati helyen, 4 óvodában, 1 bölcsödében, 1 iskolában és 3 szociális intézményben töltik a gyakorlati idejüket. A gyakorlati helyeink a város óvodái, bölcsödéi, illetve a Szépkorúak Idősek Otthona és a Bobita Ház fogyatékosok nappali ellátója, illetve a Bartos Egymi óvodája fogadta a diákokat, és hát így aztán megismerkedhetnek tényleg az oktatási, nevelési intézményekkel, kisgyermekgondozási feladatokkal, illetve mind a fogyatékos és mind az idős személyek ellátásával. A tanulók 2 hetet töltenek Várpalotán. Ez idő alatt minden munkanap reggel 8 órától 1:30-ig teljesen önállóan végzik a gyakorlatukat. A szakmai munka mellett természetesen arra is lehetőséget kapnak, hogy megismerjék a várost, a környéket és a főváros főbb nevezetességeit. A fiatalokat és tanáraikat a napokban Campanári Talabér Márta a polgármester is fogadta, aki reményét fejezte ki, hogy a tapasztalatcsere sikeres lesz, és ezzel még tovább mélyül az intézmények közötti jó kapcsolat. Azt reméljük, hogy Várpalota és Magyarország jó hírét viszitek, amikor hazatértek. A szakmai fejlődés szempontjából a palotai diákok számára is remek lehetőség az Erasmus. A Faller iskola több országgal áll kapcsolatban, így Franciaország mellett Finnország, illetve Horvátországban is rendszeresen részt vesznek több hetes gyakorlatokon a tanulók. Fogyasztói tudatosságra nevelő iskoladíjat nyert a tavalyi évben a Faller Középiskola. Az elismerést Keszthelyi Nikoletta a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta át az intézmény vezetőjének. A 2016 óta meghirdetett pályázatot már több oktatási intézmény is teljesítette. A Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola című pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium írta ki, melyre általános és középiskolák pályázhattak. A fogyasztói és környezet tudatosságban a pedagógusok és a diákok is egyaránt elkötelezettek. Az a célunk vele, hogy díjazzuk azokat az iskolákat, akik felismerték, hogy fontos a fogyasztóvédelem, fontos a fogyasztóvédelemre oktatás, viszont mivel kötelező tantárgyként nem jelenik meg a fogyasztóvédelem a köznevelésben, és nem is kormányzati cél, ezért valamilyen alternatív módon beillesztik az oktatásba, akár vetélkedők keretében, akár bármilyen tantárgy keretében, vagy külsős program esetében is be tudják illeszteni. Tehát itt azt díjazzuk, hogy minél kreatívabban, minél életszerűbben a mindennapokban használható tudást szerezzenek a diákok, amit akár már aznap, vagy a következő hetekben tudnak hasznosítani a vásárlásaik során. És itt a Faller Jenő szakgimnáziumban örömmel láttuk, hogy a pályázat az nagyon széles körű volt, minimum egyébként 3 pályázati elemnek kell megfelelni, itt ebben az iskolában 5 elemet már megvalósítottak, és volt 2 vállalásuk, amely a fogyasztóbarát szemléletről szól, helyi termelői piacok látogatásáról, tehát ez is azt mutatja, hogy a gyakorlatias szemléletformálás zajlik az iskolában, ami a fogyasztói tudatosságra nevelésről szól. A Faller iskola az utóbbi időszakban példamutató változásokon ment keresztül, fogalmazott
alkalmazott Campanari Talabér Márta polgármester. Egy új arculatot teremt magának, és nagyon-nagyon vonzóvá válik a városi, illetve a környékbeli fiatalok számára. Elhangzott az innováció. Az innováció valóban az iskolá, az innováció egy fontos eleme lett az iskolának az elmúlt években, és azt gondolom, hogy ez köszönhető az igazgató úrnak és annak a csapatnak, aki most vele körülötte dolgozik, és ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon előremutató a következő esztendőkre. Közösen gondolkozunk sok mindenben, én nagyon remélem, hogy túl a címeken, akár a mostani címen is egy új perspektívát fogunk tudni biztosítani a szakképzésnek Várpalotán közösen. Elhangzott a pályázattal kapcsolatosan, hogy milyen témakörök kerültek megjelölésre benne. Én kettőt szeretnék kiemelni. A média, azon belül az internet, és különösen a közösségi média hihetetlen nagy erővel bír manapság. Hogy ebben a nagyon szerteágazó világban valaki biztonsággal tudjon közlekedni, leginkább a fiatalok, nagyon-nagyon fontos szerepe van az oktatásnak, az oktatási intézménynek. Fontos szerepe lenne a családnak is, de a családok nem feltétlenül tudják megadni ezt a segítséget. Úgyhogy számomra ennek a díjnak az egyik fontos eleme a média fogyasztásnak a segítése, az abban a világban való eligazodás, illetve amit én polgármesterként Várpalotán nagyon fontosnak tartok, az a helyi termelői piac, azoknak a termékeknek a megvásárlása, amelyeknek tudjuk pontosan az eredetét, amelyek egészségesek, amelyek adalékmentesek. Az önkormányzat hozta létre a Molnár Mária Szociális Szövetkezetet, többek között ezzel a céllal, hogy olyan termékeket állítsunk elő, amelyek biztosítják azt, amiről ez a cím is szól. Hajdú István igazgató az átadó ünnepségen hangsúlyozta. A Faller iskolát a kiváló oktatási intézmények között tartják számon, és feladatuk, hogy ezt a mindennapokban is bizonyítsák. Mai napon a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet kapta meg az iskolánk. Tulajdonképpen a kereskedelmi és a hozzákapcsolódó szakmákban, szakmacsoportban zajló tevékenységünk része a fogyasztóvédelmi oktatás. Emellett iskolánkban nagyon régóta pénzügyi tudatosságot, illetve a fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységeket végzünk. Azt gondolom, hogy ez a cím arra jó, hogy bemutassa, elismerje azt a tevékenységet, amit ezen a területen egyébként már nagyon régóta végzünk. Tulajdonképpen a fogyasztói tudatosság alatt elsősorban azt értjük, hogy a fenntartható fejlődésnek megfelelően a helyi termékek előnyben részesítésével, kevés hulladék felhasználásával, egy szóval tudatosan vásároljanak az emberek, és természetesen ennek a nevelésnek, vagy ennek a szemlélet kialakításnak a szintere minél korábban kell, hogy elérkezzen, és ezért azt gondolom, hogy a középiskola ennek egy nagyszerű terepe. Természetesen ma már nem csak a kereskedelmi szakmacsoportban, ágazatban, hanem az összes szakmánkban beépítjük ezt a tevékenységünkbe, elsősorban osztályfőnöki órák, illetve speciális szakmai tantárgyak keretén belül. Az átadó ünnepségen Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója is méltatta a rangos elismerést. Ezzel a ma átadott Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címmel pedig hozzájárul ahhoz az előnyhöz, amellyel a majdani fogyasztóbarát vállalkozások segítik és erősítik hazánk gazdasági erősödését. A 2020-as évtől kezdődően a szakképzésben elindult rendszer szintű változás megvalósításához az innovatív gondolkodásmódra nagy szükség van. Közös nagy felelősségünk, hogy a szakképzésből kialakult tévhitat mindennyiunk jövője Magyarország és annak gazdasági növekedésének érdekében szerteoszlassuk. El kell érnünk, hogy amikor egy fiatal a szakképzésről hal,
lehetőséget és kihívást is lásson benne. Lehetőséget egy teljesebb életre, és szellemi kihívást, amit az adott szakma jelent, mert egy jó szakma felér egy diplomával. A szakképzés a jövő lehetősége. A feladat és vele együtt a lehetőségek is nagyok. Az ifjú nemzedéktől a kor, amiben élünk, szorgalmat, kitartást, céltudatosságot követel. Ösztönöz a tudás megszerzésére, a helytállásra. Mindezt az őt kibocsátó intézményben sajátíthatja el. Hiszen minden iskola addig él, amíg vállalható értékekkel tudja felvértezni a majdani visszaemlékezőket, amíg fel tudja mutatni az együvé tartozás gazdagságát. Hajdú István igazgató köszönetet mondott a sikeres pályázat megírásában segédkező Almsteyerné Szabó Barbara, a kereskedelmi munkaközösség vezetőjének és Márcsik Sándor Tamás igazgató helyettesnek. Az eseményen közre működött a Duende színjátszókör. Az első emberi bátorság, áldassék a tűzcsiholója. Közismeretlen lángra úgy tekintett, mint jogosadóra. Mint egy isten a hóban vacakba fogadta szemmunkája bérét. Még ma is minden ember csörgeszteti az ő vérét. A Faller híradót látták, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!